Bemutatón. Mindenki nagyon izgul, de reményeink szerint nem csak modelljeink számára lesz ez a nap eseménnyel dús, hanem nektek is, hiszen olyan emberekkel ismerkedhettek ma meg, akiknek az élete nem szokványos módon alakult. Akik itt vagytok, úgy gondoljuk, valamilyen módon azért kötődtök a fogyatékossággal élő emberek ügyéhez, de bízunk abban, hogy a mai programmal olyanokat is meg tudtunk szólítani, akik még kevésbé találkoztak az ő kihívásaikkal, élettörténetükkel. Azért is tartottuk fontosnak ezt a rendezvényt, mert hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a megjelenés mennyire számít abban, hogy a társadalom milyen képet alkot rólunk, de ma azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a látszat néha csal. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és lássuk is az est főszereplőit. Elsőként Szép Veronikát láthatjátok, akit párja kísér a színpadra. Vera 35 éves, 16 éves korában egy kosármeccs közben kapott agyvérzést, miután megállapították, hogy aneurizmával él. Bár sokáig kellett dacolni a halállal, ma mégis itt van velünk, és a ruha otthon egy X-szekkét mutatja be. Amit rajta láttok, azt úgy tudnánk jellemezni, hogy nagyon kreatív stílus, egyedi ruhák és egyedi kombináció magas minőségben. És még vőlegénye lekíséri Verát a színpadról. Jár a taps! Elmondanám, hogy a mozgás zavaró ugyan kellemetlené teszi mindennapjait, Vera mégis teljes életet él, egyetemet végzett, munkahelye is van, ráadásul autót vezet. Igazán nagy teljesítmény egyébként az is, hogy így kiállt a színpadra, úgyhogy tényleg megérdemeli a tapsot. És már is érkezik következő modellünk, Pap Eszter, aki 30 éves, Down-szindrómás, jelenleg a Kerekvilág Alapítvány nappali intézményében készít ajándéklárgyakat. Mint mondja, szerinte benne rejtett kincsek rejtőznek. Eszti a Zara Fashion által felajánlott ruhát viseli, mely, mint láthatjátok, egy lágy esésű, finom anyag, különleges színekkel, amelyhez egy látványos kiegészítő is tartozik. Azt kell, hogy mondjam, Simor Judita, a Zara Fashion tulajdonosa örömmel csatlakozott az esemény támogatóihoz, mint termékeivel, mint pedig szakértelmével. Judit úgy fogalmazott, hogy azért is állt az ügy mellé, hogy szárnyakat adjon modelljeinknek, és segítsen megtalálni a hozzájuk legjobban illő darabokat, hogy önazonosan mégis szabadon mozogjanak. Köszönjük szépen ezt és a ruhát is! A People First Közhasznó Egyesület két oszlopos tagját, Kerekes Hildát és Molnár Gyöngyit láthatjátok a következő percekben, szintén az Zara Fashion ruháiban. Ám bár a két hölgyben nem csak a civilkedés közös, ugyanis még Gyöngyinél majd szemmel látható lesz, hogy mozgásában akadályozott, Hildánál ez egyáltalán nem szembetűnő, nem tudom, hol vannak a lányok. Igen, Gyöngyi már érkezik. Hilda egyébként egy mitokondriális betegséggel él, mely folyamatosan leépíti szervezetét, így sokszor mozgása is bizonytalan. Nézzük például, mi történne akkor, ha arra kérném őket, hogy jöjjenek föl ide hozzám a színpadra. Igen.
Köszönjük! Még Hilda és Gyöngyi levonulnak, ejtsünk pár szót a ruhákról is. Mint ahogy azt eddig láthattátok, az Zara Fashion darabjai nagyon vidámak és színesek. A jelenlegi két szett is igazán legyűköző színkombináció. Mint a lányok, mint pedig a ruhák megjelenik a kapcsolat. A sok szép lány után pedig most érkezzen egy úriember, szintén a People First Egyesület tagja, Dudász Zoltán. Zorinak egy gyerekkori betegség miatt sorvadtak el az izmai, jobb lába azóta nem az igazi. Amit most láttok rajta, az egy vagány, laza, mégis férfias, countryside stílusú szett, melyet a Bella Napoli biztosított. A Bella Napoli egy olasz használt ruha volt a Rákóczi úton. Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy nagyon jó minőségű darabokat lehet náluk beszerezni, igen kedvező áron. Zoli egyébként kertészkedésből él, szereti a természetet, és ha tehetné, szívesen mászna fára is. És túl is vagyunk az első körön, de mielőtt még a modellek átöltöznek, szeretném nektek bemutatni az est támogatóinak egy részét. A Zara Fashion-t már említettük, a Bolta Ferencesek utcájában található. Szenvedélyük a szépség, a harmónia megmutatása mindenben. Kollekciókban gondolkodnak, hogy a vásárlóik variálni tudjanak, és kevésből is fel tudjanak állítani egy komplett ruhatárat. A ruhapróba során modelljeink is ezt tapasztalhatták, akiknek egyéniségükhöz illően választották ki a szetteket. A Ruha Otthon neve is elhangzott már, boltjuk a Rét utca 1 szám alatt található. A képzeletünk nagy kincs, és ez nem csak azt jelenti, hogy meglátunk olyat, ami nincs ott, de azt is, hogy meglátunk olyat, ami nagyon is ott van. Ez az Eszterházi idézet jutott az eszükbe a mai divat bemutatóval kapcsolatban, és ez jellemzi a gondolkodásmódjukat is, ezért szívesen csatlakoztak a támogatókhoz. Aztán láthattunk, hogy e ruhát a Bella Napolitól, tulajdonosa Zsú szintén örült a felkérésnek, hiszen nagyon szeret embereket öltöztetni. Eredeti szakmáját tekintve varrónő, és fontos megemlíteni, hogy nem csak ruhákkal, de kiegészítőkkel, cipőkkel és kötéshez, horgoláshoz szükséges holmikkal, valamint lakástextillel is foglalkozik. És amint láthattátok, a modellek nem csak öltözködésben kaptak tanácsot, de frizurájukat és minküket is megálmodták. Akik pedig ebben segítették őket, Bánusz Ágota, a Kócoló Szépségszalomból, valamint Radnóti Kinga Podrász, illetve Fődi Brigitta és Udvari Szabó Ildikó sminkesek. És akkor úgy látom, hogy a modellek elkészültek, így hát akkor szólítanám újra Esztit. A ruha kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy könnyed, természetes és vidám legyen, amit Eszti bájos mosolyához választottak a tanácsadók. Ezt egyébként nagymamájával él és kiveszi részét a háztartási munkában is. Ha minden igaz, akkor jövőre Pécsre költözik egy lakóotthonba, de mindenképpen mondta, hogy áruljam el, hogy jelenleg szerelmes. Szurkoljunk neki ebben! Érkezik Vera is, akit másodjára is a Ruha Otthon öltöztetett. Ruhája finom, nőies, mégis megkapó és stíluszos. Vera egyébként kétszeres paralimpiai bajnok díjlovaglásban, és úgy tudjuk, hogy jövőre férhez megy. Most így jönnek a pozitívumok. Ma az Ability Fashion képviseli, ami egy esélyegyenlőségi divat szervezet, és köszönjük neki, hogy egész Gödöllőről érkezett hozzánk.
fogja abszorb a fashion szettet, látunk a következő percekben Gyöngyin és Hildán. Gyöngyiről az előbb egy kicsit kevesebbet beszéltünk, ugye most mesélnék róla is. 46 éves, vele született cerebrál parézise van, ami azt jelenti, hogy oxigénhiányos állapotba született, ezért merevek az izmai. Azonban 20 éve dolgozik a Pécsi Tudomány Egyetemen programszervezőként, és nagyon szeret társaságba járni. Hilda pedig 42 éves és autista, aki, mint mondja, lehetőségekkel él. 20 évig dolgozott egészségügyben, de a már említett ritka betegsége miatt ezt az állását ott kellett hagynia. Jelenleg az IT-szektorban szeretne elhelyezkedni, szabad idejében pedig a Hilda Mesék blogot írja. Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok! Most megkérem Zolit, hogy mutassa be a mai bemutató utolsó, úgymond outdoor darabját, melyet szintén a Bella Napoli ajánlott fel. A ruháról egy kicsit. Ugyanaz a laza stílus, mint amit az előbb láthattatok rajta, mégis más színekkel. És ami fontos, hogy kiemeli Zoli lazaságát is. Zoli egyébként szakmáját tekintve elektroműszerész, de ezt igazából kényszerből tanulta ki, a kertészkedésben sokkal jobban kiéli magát. Továbbá most új szakmák felé is kacsingat, kosárfonást és kemenceépítést tanul, és mint mondja, szeret olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek az alkotáshoz állnak közel. Köszönjük Zolinak is, hogy... Most pedig következzenek az alkalmi ruhák. Elsőként Galai Péterné Gabi és Koltai Krisztina érkezik a kifutóra. Gabi a Karácsony Andrea Couture Collection darabját mutatja be nekünk. A tervezésnél úgy gondolták, hogy a piros szín illik egy latin szépséghez, a hosszú, finom anyagú ruha pedig eleganciát tükröz. Egyébként az itt készült ruhákkal találkozhatunk esküvőkön, bálokon, sőt kifutókon és színpadon is. Ráadásul a Miss Pécs szépségverseny 2023 döntősei is a Karácsony Andrea alkalmi ruháit fogják majd viselni. Kriszti pedig a Nova Luna Couture által felajánlott görög istennőre emlékeztető ruhába lép fel. Az anyaga lágyesésű és igazán könnyed hatást kelt, szaténővel kiemelve Kriszti vonalait. Krisztiről azt kell tudni, hogy az egyetemen dolgozik, adminisztratív területen is két gyermek édesanyja, Gabi pedig sokáig hosszú távfutó volt, ám ezt a hobbiát abba kellett hagynia. Látszólag ugyan semmi különöset nem látunk a két hölgyön, pedig mindkettőknek megvan a maga nehézsége. Gabinál ugyanis 8 évesen diagnosztizáltak makuladegenerációt, látását fokozatosan veszíti el, jelenleg 10%-ot lát. Kriszta pedig hallássérült, melyet felmenőtől örökölt, gyermekei viszont hallóként születtek. Szájról jól olvas, de társaságban nehezen boldogul, a halló társadalom zöme pedig nem ismeri a nyelnyelvet. Mindkét hölgy tökéletesen helytáll az életben, úgyhogy igazán megérdemlik a tapsot. És ha már a látás szóba került, megkérem Almádi Evelyn, mutassa be a Nova Luna Couture következő darabját. Evelyn ugyanis születése óta látássérült, csak fényt érzékel, de két diplomája van, jelenleg a Kerekvilág Alapítványnál fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozik. Önkéntes tevékenységét pedig a látássérültek számára létrehozott hangos könyvtár állományába felolvasott könyveket korrektúrázza. És láthattok Evelyn mellett egy hölgyet is, Pálfi Lucát, aki a Nova Luna megálmodója és tervezője. Kifejezetten Evelynnek tervezte ezt a háromdimenziós virágokkal díszített csodát, hogy ne csak a szem egy gyönyörködtető, hanem a tapintás által látássérülteknek is értékes alkotás legyen. Úgy
arca, feltörekvő tervező, ruháit viselte már Lakatos Lilla, Miss World Hungary közönségdíjasa, Kelemendori modell és influencer, és a tavalyi évben az év menyasszonyi ruhája versenyen Párizs nevű alkotása 5. helyezést ért el. Evelynről talán még annyit, hogy mindenben igyekszik kivenni a részét, aktív tagja a People First Egyesületnek, és ezáltal az Akadálymentes Turizmus Napja elnevezésű rendezvény szervező bizottságának is fontos szereplője. Köszönjük, hogy téged is megismerhettünk. És elérkeztünk a mai rendezvény utolsó szereplőihez. Az Inanna Wedding menyasszonyi ruhájában érkezik majd Hartung Fanni, a Gangel Benjamin férfi szabóság öltönyében pedig Régely Bertalan. Mindketten Down-szindrómások. Fanni 31 éves, a Kerekvilág Alapítványnál dolgozik, plüssöket és díszpárnákat készít, szeret angolul tanulni, önállóan tanulja a nyelvet. Kedves nyitott lány, de néha időre van szüksége ahhoz, hogy feloldódjon. Berci pedig a héten lett 20 éves, Pécsváradon egy speciális szakiskolában tanult bargondozónak. 7 éve dzsúdózik, aktívan jogázik, és vágya, hogy kitanulja a masszőr szakmát, és remélem, hogy érkeznek is. Fanninak tervezték ezt a bámulatos ruhát, mely a legnemesebb eleganciát tükrözi magas minőségben. Az Inanna Wedding kreációit boldog menyasszonyok mellett egyébként a Top Model of World versenyző is viselték már. A Gangel Benjamin márkanév is sokak számára csenghet ismerősen. Személyre tervezett, kiváló szabású, csúcsminőségű öltönyök kerülnek ki a kezük alól. És mint utólag kiderült, Berci hazaviheti ezt a igencsak drága öltönyt. Köszönjük Bercinek is valami, aki is a bemutatót, és akkor tényleg nincs más hátra, hogy mindenki egy nagy tapsot kapjon. Illetve mindazoknak a támogatóknak, akik ruhájukkal, adományaikkal vagy munkájukkal kiálltak az ötlet mellett, és hogy kinek is pattant ki ennek a rendhagyó divat bemutatónak az ötlete a fejéből, azt is el fogom árulni. Nagy Izabella, stílus tanácsadó, és Balogh Klára, szociális munkás. Egy kávé mellett szoktak az ilyen ötletek egyébként kipattanni fejekből. Nagy taps jár nekik tényleg, mert nagyon sokat dolgoztak a háttérben. És akinek még kedve tartja és szeretne többet megtudni modellekről, maradjon még egy kicsit, hiszen nagyon szívesen beszélgetnek majd veletek egy pohár ital vagy egy kis finomság mellett. A Bora a Hetényi Pincészet ajándéka, a finom falatokat pedig a Kátsza Tanya, valamint az Akli Krisztina desszertműhely biztosította. Korlátozott számban ezt szeretném hangsúlyozni. Nekik is nagyon szépen köszönöm a felajánlásokat. A rendezvényről pedig fotókat Gál Viola, valamint felvételt Földesi Mihály készítettek, szintén karitatíve. A helyszínt a Szabadkikötő biztosította, nekik is köszönjük. További kellemes, beszélgetős, ismerkedős estét kívánok, köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok!